az én lúdjaim. Na még egyszer, mondom előre, és ismételjük, jó? Ludasim, bajtásim, hol ez én lúdjaim? Milyen futballszurkoló? Még egyszer, ludasim, bajtásim, hol ez én lúdjaim? Nem hol az a, hol ez én lúdjaim? Hol ez én? Ugye ezek az én lúdjaim. Még egyszer, ludasim, bajtásim, hol ez én lúdjaim? 12-en voltak, mind fehérek voltak. 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 Na nézzük így. Ludasi bajtásim, hol ez én lúdjaim? És ludasi bajtásim, hol ez én lúdjaim? Nem könnyű, még egyszer. Ludasim, bajtásim, hol ez én lúdjaim? Hát ott lesz, hogy lesz ebből X-faktor, gyereket? Még egyszer. Ludasim, bajtásim, hol ez én lúdjaim? Ludasim, bajtásim, hol ez én lúdjaim? 12-en voltak, mint fehérek voltak. 12-en voltak, mint fehérek voltak. 12-en voltak, mint fehérek voltak. Hogy hallhatjuk, Róka Szabolcsik már rá is kezdett, sőt, mi is rákezdtünk, ennek is örülök. Úgyhogy most ő következik, azt szeretném mondani, hogy esetleg ahol még vannak gyerekek vagy kisebbek, engedjük őket előre, akkor jobban fogják látni és hallani. Tehát nyugodtan a gyerekek fölkeletnek, jöhetnek előre, és akkor én át is adom a szót és a mikrofont is. Csak kettő volt barna, a harmadik az anyja. Nekem azt a demokráciáját neki. Csak kettő volt barna, a harmadik az anyja. Az anyja kerül oda, kerülj kertem aján, kerülj. Kerülj, Luda, kerülj, kertem aján, kerülj. Éneklés. Ha véletlenül eszetekbe jutna, hogy megtanuljátok, vagy a tisztelt közönségből bárki is úgy érzi, hogy erre egyszer neki szüksége lesz, akkor a következőt javasolnám. Itt nem olyan nagyon messze van a tököli repülőtér, az idősebbek még emlékeznek a migeknek a hangjára. Why, 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 why. Egy magánhangzó kört kell ilyenkor mondani, úgy kezdjük el, hogy Próbáljuk meg csak együtt. 1, 2, 3. Mint a logopédián lennétek. És ha jól csináljátok, akkor why? Itt meg fog szólalni. Na de hát persze, ahhoz, hogy ez működjön, ehhez kell egy ilyen alaphang.
Megadom a hangot, persze az énekórához az is kell, hogy tegye mindenki az ellenőrző, hogy gyorsan ki a padra, biztos, ami biztos. Nincsen. Persze, elektronikus ellenőrző van. Szóval, megadom a hangot, 1, 2, 3. Hangrobbanás nélkül próbáljuk meg. És amikor én ezt csináltam, figyeljetek, amikor én ezt elkezdtem gyakorolni, akkor azon gondolkodtam, hogy kellene egy olyan hangszert használnom, ami, vagy olyan eszközt, aminek jó alaphangja van. Én otthon a porszívót találtam. Lehetett volna kávédarálót is, de én a porszívót találtam. Két dolog miatt jó. Egyrészt kitakarítok. Másrészt a családom nem kap tűrőhamot a dorombénekléstől. Úgyhogy bekapcsoltam a porszívót, megszólalt a porszívó. Olyan szép alaphangja volt, hogy csak na. És elkezdtem porszívózni, és közben mondtam, hogy aztán jött a pillanat, amikor eluntam ezt a fekvést, szerencsére a porszívóval akkordot is lehet váltani, egy nagy szekundot biztosan fölfelé. Egy papír zsebkendőt fogtam és betudtam a porszívónak a csövét. Ettől lett egy ilyen de még mielőtt a porszívónak leégett volna a motorja, kihúztam belőle. Hát így tanultam meg dorombénekre. Na de! Egyszer volt, honnan volt? Volt nekem egy szép apám. Tudják-e ki az a szép apa? No. Hát ennyien tudják. Szép apa. Na mondja, tessék. Nem. Hát de, szép apa. Ki az a szép? Na mondja. Haja van. Jó hangzik. Örülök, hogy ezt mondod. Hát nem minden apának olyan nagyon dús a frizurája. Nem. Figyelj csak, van nekem, én vagyok. Van nekem egy apám. És annak volt egy apja, az az én nagyapám volt. És a nagyapámnak volt egy apja, az volt az én dédapám. És a dédapámnak volt egy apja, az volt a Zükapám, úgy van, Zükapám. Zükapámnak volt egy apja, na azt hívták úgy, hogy szép apa. Ennek a bácsinak pedig az volt a neve, hogy Róka Gergő bácsi. Ez volt az ő neve. Samá, mondjad. Te ismerted? Devén ember vagy, ha ismerted, de én az van, hogy én már meges mutatom maguknak ezt a drága jó Róka Gergő bácsit. Mert éppen ilyen forma volt, mint magadnak. Jöjjön gyorsan, Gergő bácsi, megmutatok. Vigyázzat, ne, hogy valakire rálépjek, úgyni. Szóval, az én drága Gergő bácsim fő volt rendesen ötözködve, gyorsan bújjon bele ebbe a lájbiba. Úgy a közönség felé forduljon. Azt a haja, székely ember nem ment sehova kalap nélkül ígyni. Gergő bácsi becsületes gazda ember volt. Ma mondanák rá, hogy parasz, de ha neki a kocsomába eszonták volna, vette volna a kujakját, soha pofont adott volna érte. Érte, ha nem parasz volt a gazda ember, igaz-e? Igaz-e? Igen. Na ugye? Mondom, az öregem ilyen ember volt. És még ha hiszik, hanem gazdagságra jutott. Volt neki kicsi földje, volt neki kicsi szőlője, volt neki néhány állatja. Miféle állatjaink voltak öreg? Ja, nyugodtan. Nem mondott, hogy egyiptomi ugróegereink voltak. Hát azt már nem hiszem. Lovunk volt-e? Volt lovunk? Mi nem volt lovunk? Ha megdöglöttek? Disznyó volt-e? Szerintem nyugodtan bólincson, mert itt volt disznyó. Nyugodtan bólincson, ne ijedjen meg öreg. Ó, látják, hogy volt. Volt-e kecskén? Volt kecskénk is, jó van, ne ijedjen meg öreg, itt vagyok magában, fogom a kezét. Rók. Volt, na,
most nagyon szépek, na csücsenjenek egy. Wow! De most mielőtt még a verebek itt végképp magukhoz rántják a hatalmat, elmondanám, hogy az öregemnek volt bőven disznyója, volt? Disznyója? Volt nekünk lovunk, volt? Volt nekünk kecskénk, volt? Szamarunk volt-e? Szamarunk? Szamarunk is volt, az ordítozott össze-vissza. Na, eképpen élt nagy boldogan az öregem, boldogságban, üljön le ide a konyhába, csak nyugodtan öreg, nem ott adani, ide vigyázz a hanyat, ne essen. Úgy csak ügyesen. Hála a magasságos Atya Úristen, úgy rendelte az Úristen, hogy a szép apámnak, aki igen-igen szomorkodott egyedül, lett egy felesége. A szép anyám. És akkor, amikor a szép apám meglátta, hogy a szép anyám ott van mellette, úgy örvendezett a boldogságtól, hogy még én meg közben fölkészítem a szép anyámat az előadásra. Na, vá. A szép apám. Na, úgy érzi, hogy ebből tragédia lesz. Na, akkor szaladjon a helyére. Ez igen nagy tragédia volt. Tapsolják meg gyorsan. Tévedtem. Na gyere már, megtalálom mindjárt a szép apámat. Nem? Na hát hallja, hát most már mit cserélgetnek? A szép anyámat is el akarják lopni, szép apámat is. Majd keresünk magának feladatot. Szép anyám. Szép anyám, kösse be rendesen azt a kendőt. Eképpen üldögétek a konyhában nagy boldogan. Ha más dolguk nem volt, s ha tehették, hát egy igen szerelmesen néztek egymásra. Ami már közöttük éppen középen látszik is, hogy azért ennek voltak bizonyos eredményei, es! No, tehát múlt az idő, az öregem boldog volt-e? Nem. Hát azért. Boldog volt a szép anyám, boldog volt. A gyerek az meg tette a dolgát, amit kezd látszott rajta, hogy boldog. Na, eképpen éltek nagy boldogan, míg nem az Atya Úristen egyszer csak egy olyan kutya esztendőt küldött a szép apámékra. Abba az esztendőben nem esett az eső. El volt száradva minden. Veres volt a határ. Nem termett a buza, nem termett a török buza, a kukorica. Nem volt gyümölcs, nem volt még fű se abba az esztendőben, s az Úristen még akkor még egyet kanyarintott a világ torkán. Mert utána egy olyan kutya telet hozott, de olyan kutya kemény telet, hogy ember állat éhezett, és ki nem bírta, az bizony megfagyott. Történt pedig egy reggelen, hogy az én drága szépapám állj. A szépapám nem úgy ült, mint a kínai üzletbe ígyné, hanem szépen kihúzta magát úgy. Fölkelt egy reggel. Ásított egyet. Kiszaladt a szép anyámhoz fogat mosni. Szép anyám kitöltötte neki ilyen kicsike pohárba fogkrémet. De töltse ki, ne üresen adja oda az öregnek, van mindjárt idegesnek. Mit tett az egy zsüt? Vigyázzat a kalapodra, a poharat fogja meg. Miután fogat mosott, az öreg adta a porrat a szép anyámnak. Na az est, gyorsan a higiéniának egyet. De hallja, ne csak nyalja azt a poharat, de nem töltsön magának rendesen a fogkrémbe. Ő szerette a szép anyám a páinkát. Így aztán elindult a reggel, szép apám kiment így a cserdákba, körbenézett, azt mondja, mit nézünk előbb, a disznyókat, vagy a mondjuk a kecskéket nézzük. Előbb a kecskéket. Kecskéket. El is ment gyorsan a kecske olho. Kinyitotta a kecske olho ajtaját. Hát hallják, nem tudom, én úgy látom, hogy csapóajtó volt akkoriban a kecske olho. Hát nem tudom, gazdag ember volt a szép apám. Benézett a kecske olhoba. Megfogta a saját fejét. És aztán fölnézett a magas égre így, és azt mondta, jaj! Meg voltak dögölve, éhen a kecskéi. Az öregem úgy elkeseredett, hogy szaladt még egyszer fogat mosni. Szaladt vissza gyorsan, megnézte a kecske órát.
ahogy bénézett másodszor a kecske úlba, de nem gilisztákat keresett ott, hanem kecskéket. Áll a magadságos Atya Úristennek megmaradt ott egy kicsi kecskécske. Melyik a kicsi kecske? Egy kicsi veres kecskécske. Az volt a kicsi. Ez volt az egyetlen, amelyik megmaradt, ez kívánszorgó, tehát az olyan sobá volt rosszul rá, hogy remeket keze lába, alig bírt állni a lába. Az öregem kiugrott a zsebéből, a gazda ember volt, de nem tette fordítva fölöken. Megnézte a kecskét előről, megnézte hátulról, majd odaállott a kecske elejbe, a kecskére kicsit ránézett, de a közönséges lássa, és eképpen szólott a kecskéhez, azt mondja, nincsen széna, nincsen abrak. Abrak. Ezt egy kicsit átírta, nem baj. Nincsen széna, nincsen abrak. Nincsen abrak. Na, még egyszer. Nincsen széna, nincsen abrak. Édes kecském, agyon csaplak. Édes kecském, agyon csaplak. Édes kecském, agyon csaplak. Édes kecském, agyon csaplak. Remegett a kecskének ezzel a lábát, meg kell tököljön a mai nap. Végül eképpen szólott, nagy szemekvel nézett az öregemre, azt mondja, ne csapj agyon, édes gazdám! Ne csapj agyon, édes gazdám! Na vegyük át, mi lála szó, mi lála mi? Kodály módszer. Mi lála szó, mi lála mi? Énekelte a kecske. Mondja. Mi lála szó, mi lála szó, mi lála mi? Mi lála mi? Majdnem jó. Hogy is volt? Ne csapja agyon, édes gazdám, így van. Ne csapja... Akkor... Ne csapja agyon, édes gazdám. 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 Kit ellelek, árpa szalmán? Kit ellelek, árpa szalmán? Kit ellelek, árpa szalmán? Kit ellelek, árpa szalmán? CD minőségben tapsolják meg voltak. Az öregem nézett a kecskére, vakarta a fejét. Már most vagy olyan intelligens lett, mint maga Salamon király, ki értette az állatok nyelvét, vagy a reggeli fogmosás sikerült, jól? De értette, amit a kecske mond? Azt mondja, na ide figyelj, te kecske! Meghagyom az életedet. Meghagyom az életedet. De menjél föl a havasokba. Azt hízzál meg. Vagy egyenek meg a farkasa. Érintom téged, etetni tovább nem tudlak. Erre a kecske örvendezett, lépett balra, lépett jobbra. S balra, s jobbra, s kezdett örvendezni az öregem. Sarkon fordul, s ment szeretni a szép anyámat. De gyors, ne, milyen arccal csinálja már, rendesen csinálja. A kecske meg lépegetett, balros, jobbros, én közben elmondom magunknak, hogy hitünk szerint a kecskének van olyan szép lelke, mint látnak, de nem csak lelke, hanem testes vagyok. Ami lenne más ekkora szakállal? Kecske ezután, ez egy gyerke volt, olyan nőstény kecske, elindult a faluból kifelé, kicsit tekergette a farát balra-jobbra, vagy egy bak meglássa, megkéri feleségös még a nyáron hozzá meg. Menegetett a kecske kifelé, míg nem eljutott a falu szélibe. Na, ott lakott a nagy pofájú kamfarkas. Hát igen. A nagy pofájú kamfarkas. Én kinézem a verekedős kamfarkas belőle. Amúgy ebbe a korban rendjén is van a dolog. Utána vigyázott. Elej beugrott a kamfarkas a kecskéne. Azt mondja, hagyjad azt, kérlek szépen! Tiszta! Hol van a keze? Fönn a keze!
Tiszta feketék voltak a vértők, a mancsai, a farkas. A sok dögöt vitt széttépe. Volt 120 kiló. Erős napdarabban farkasó. Hát akkor 100 most minden. Akkor a pofája. Ekkora nyelve, ne! Az mondja, állj meg, te kecske! Állj meg, te kecske! Ebből rockzenész lesz. Apa, a gazdád mondta, egyelek meg! A gazdád mondta, egyelek meg! Itt vagyok, egyelek meg! Itt vagyok, egyelek meg! Jaj, Jézus, most segíts meg! És aztán végignézett magán. Azt mondja, jaj, farkas, ha engem meg akarsz enni, egyél meg, de rajtam csontos bőrön kívül mást nem kapsz. Mondta, farkas odalépett a kecskéhez, megszaglázta előről. Ott honnan? Hátulról! Hátulról! Azt mondja, ez nem jó! Ez nem jó! De tényleg nagyon gírhes volt! De tényleg nagyon gírhes volt! Hát erre a kecske azt mondja, jaj, farkas! Egyet mondok, kettő lesz belőle! Jaj, farkas! Egyet mondok, kettő lesz! Egyet mondok, kettő lesz belőle. Egyet mondok, kettő lesz belőle. Megyek föl a havasokba. Megyek föl a havasokba. Meghízom a nyáron. Meghízok a nyáron. Az összejövök lefelé. Az összejövök lefelé. Majd akkor megehetsz, jó-e? Majd akkor megehetsz, jó-e? Mondta erre, farkas. Csak ne csapjál be! Csak ne csapjál be! Azzal a farkas beugrott a basebal sapkájára. A kecske, hát mellj vissza a helyére, oda az a bokorba, no! A kecske megtette, vette a farát kifelé nagy boldogan, másodszorra se kellett megdögöljön a mai nap, s ment föl a havasokba, ottan szépen letelepedett, s hogy csak azt nem mondja, hogy nem foglalkozom vele, tanáltott magának bőségesen harapnivalót. Eképpen édegélt odafönn. Na de az öregem a pálinkázás meg a szép anyám szeretése után ment ki megnézni a disznókat. Már arra előre vette le a kalapját, hogy megtisztelje a disznókat. Kinyitotta, kilincs volt a... Látták, hogy kilincs volt a disznó? Milyen gazdag volt? Hova tette ezt a sok gazdagságot, hogy nekem annyi már nem jutott? Kinyitott, benézett, jó! Meg voltak dögölve éhen a disznó is. Szaladt megint nagy mérgében gyorsan egyet, hogy még fogad mosson egyet. De most már kicsit öntsön, nem, mert nem tud kimenni még egyszer. Már nem tölt többet, jó? Szaladt még egyszer benézett. Ahogy benéz, azt lássa, hogy egy kicsi anyakocsa maradt meg. Egy kicsi anyakocsa. De! Hát mondom! Hát én nem vagyok koca, maga a kis koca. Na jó, süldő, minden. Kitámolygott szegény, de hát az olyan gírhes sovámot rossz volt ránézni, remegett keze lába. Az öregem odament, megnézte előről a disznyót, megnézte hátulról a disznyót, majd odaállt a disznyó elejbe, azt mondja, megint tegye vissza a kalapját, biztos, ami biztos. Nincsen moslék, nincsen abrak. Nincsen moslék, nincsen abrak. Nincsen moslék, nincsen abrak. Nincsen moslék, nincsen abrak. Édes disznyó, agyon szúrlak. Édes disznyó, agyon szúrlak. Édes disznyó, agyon szúrlak. Édes disznyó, agyon szúrlak. Ezt kapcsolják meg. De hogy mit fejlődött ez az én szépapám az éneklésben. Mondta erre a disznyó, a kocácska, hogy ne szúrja agyon, édes gazdám! 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 Kitelelek árpa szalmán! Kitelelek árpa szalmán! Kitelelek árpa szalmán! Kitelelek árpa szalmán! Kitelelek árpa szalmán!
nézett, ekkora szemekkel érti, amit a disznó mond neki. Hát most vagy olyan intelligens lett, mint az Assisi Szent Ferenc, ki még prédikált es ez állatoknak, hát hogy megenne a hobbosás, sikerült jól. Azt mondja az öregem, ide figyelj te, disznó! Figyelj! Meghagyom az életedet! Meghagyom az életedet! De menjél föl a cseres erdőbe! De menjél föl a cseres erdőbe! Azt hízzál meg! Azt hízzál meg! Vagy egyenek meg a farkasok! Vagy egyenek meg a farkasok! Mert én itom téged, etetni fogom, nem? Mert én itom téged, etetni fogom! Fuck el! Kukora mondani, disznó! Örvendez a téved, balra! Jobbra! Balra! Jobbra! Az öregem ment szeretni az szép anyámat, menjen csak nyugodtan, de vigyorogjon hozzá, hogy próbálja jó pofát vágni a dologhoz. Hát megmutatom maguknak, ütünk szerint nem csak a kecskének, de a disznónak es van lelke, ilyen szép lelkes van hozzá, éppen stimmoló teste es. Hát akkor igazítsa rajta, hogy lássák kifelé az orrajukám, vagy mit tudom én, hol ahol. Ment a koca kifelé a faluból, kicsit tette-vette a farát balra jobbra, hogy még esek kap, meglássa, megkérje a feleségöt, és még szaporaság lesz akár még a nyáron, vagy az őszben. De ahogy a falu szélibe kiút. Ahogy a szélibe a falunak kiutott, már jött a 120 kilós nagy pofájú. Már tudja, beszéli a nyelvet. Mondja a nyelvet. Állj meg, te koca! Állj meg, te koca! Gazdád mondta, gyerek meg! Gazdád mondta, gyerek meg! Itt vagyok, gyerek meg! Itt vagyok, gyerek meg! Végignézett magán, szóval mondja, hogy jaj, farkas, engem meg akarsz enni, egyél meg! Jaj, farkas, ha meg akarsz enni, hát egyél meg! De rajtam csontos bőrön kívül más nem kapsz! De rajtam csontos bőrön kívül más nem kapsz! Farkas oda lépett. Kocához megszabadult előr. Na rögtön! Előr, hátul visszalépett. Megfogta a saját pofát. Azt mondja. Jó! Te tényleg nagyon gírhes vagy? Te tényleg nagyon gírhes vagy? Ezt a fel, ez ügyes, ez a farkas van, és csak ott egy... Igen, de erre a koca azt mondja. Jaj, farkas, megyek fel a cseres erdőbe. Megyek fel a cseres erdőbe. Meghízom a nyáron. Meghízom a nyáron. Az összejövök lefelé. Majd akkor megehetsz, jó-e? Majd akkor megehetsz, jó-e? Ó, te erre, farkas. Jó. Csak ne csapjál be. Azzal mielőtt még a farkas butaütést kapott volna, beugrott a bokorba. A koca megment fölfelé a cseres erdőbe. Itt a kisverém mellett letelepedett szépen, tanáltott magának ennivalót bőségesen. Így éltek nagy boldogan abba az esztendőbe, és az Úristen úgy rendelte, hogy ebbe az esztendőbe éppen annyi eső esett, mennyi kellett. Annyit sütött a nap, mennyit kellett, és kicsit fújt a szél, kicsit nem fújt a szél. Boldog volt-e például a kecske fönn a havasokba? Bólint, csak nyugodt. Na, azért. Úgyhogy nézett. No, boldog volt-e a disznó a cseres erdőben? Nézd, a bólincson rendesen nagyot, hogy jól lehet, na, jó volt-e a szép anyámnak a szép apám mellett? Jó, bizony, de ne rám nézzel a közönség felé, ha hiteles legyek, tudja. Szép apám, jó volt-e a szép anyám mellett? Vigyázzon meg, aki derül, hogy mindig a kocsmában volt, akkor meghallok egyszer föl meg a mennyországban, csúgya verekedés lesz. Jó volt-e? Na hát azért, abban az esztendőben mindenkinek jó volt, ha csak a farkasnak nem. Mert szegény farkas Ati a legyengült állatokat mind megette, mind széttépte. De eljött az az esztendő, amikor még a csirkék, akik frissen kikeltek a tojásból, azok is olyan atlétikusak voltak, hogy a nagy hosú farkas még azokat se tudta elérni. Így aztán a 120 kilóból lett 100. 80, 60 kilós gírhes kamfarkas,
Még amikor esett az eső, szedte össze csimaszokat a földről, mi az a csimasz maguknak? Nem. Kukac, giliszta, ez az. Tettá pofa a gilisztát. Nem szerette a gilisztát. És akkor, amikor tanált véletlenül ilyen külvécseket, mi a külvécs maguknak? Az, ami kívül kemény, belül pi puha. Csiga, csiga. Szedte össze csiga. Tette pofájába azt is. Nem szerette a francia konyha. Már ott volt szegény farkas éppen, hogy éhen haljon, amikor egyszer csak azt hallja, hogy... Jött a kecskele. Aha, jön a kecskele, figyeld. Menjen már vissza a bokorba, mert így nem tudja becserkészni a kecskét. Jött lefelé a kecske. Lehet, hogy nem a kecske? Lehet, hogy a disznó jött elő. Érkezett le először a disznyócska. Hú, de meghízott a nyáron. Lett 300 kilós, még egy kicsit. És most láttam, hogy lett neki malackája. Lett neki egy... Jaj, de szép. Meg egy fehér malac. Ki volt az apád, hogy ilyen fehér lett? Meg lett egy rózsaszín malackája is neki. Ugyni. Na jó, lett egy ilyen kockás kani malac is, jó. Meg volt még... Volt még? Ott még malac, ez a csíkos, ez jöjjön, ez a vaddisznó volt az apja, látszik. Gyere gyorsan. Volt még, de az anyád mögé, álljál, ne ide, álljál, na jól, mi lesz itt a fal? Na gyere te kani, de vigyázzál magad, ne hogy miskárolni kelljen. Csúságot ne csináljál, volt te még malac? Malac, még egy kockás, malac! Meg egy másik. Szemra volt az apjuk. Az anyjuk, nem tudom, vagy az öreg anyjuk. Még egy? Na jó, álljál be, te is. Na még egy, majd a többit kecskének választjuk. Jött lefelé, ne, jött először az anyas, mentek utána a malacok. Ezekre ma alszok, gyertek ma az anyátok után, mert itt a farkas mindjárt. De nem kimentek mögéje, úgy szépen. Ezek mentek, mentegéltek szépen hazafelé. Azt mondanánk ma rájuk, hogy ilyen uniós malacok voltak, ezek beszéltek franciául. Mondták, oui, oui. Aj, de amikor a falu széli beértek az anyakoca, megérezte a farkas szagát, az anyátok mögé, az anya már készült a verekedésre, amikor a gírhes kapfarkas kiugrott elő. Az anya a farkas. Még egy kicsit mutált a farkas, de jó csinál. De jó, hogy nem csaptál be te kocá! De jó, hogy nem csaptál be te kocá! Itt vagyok egyenek meg! Itt vagyok egyenek meg! És megeszem a malacaidat! És megeszem a malacaidat! Kocá végignézett a gírhes 60 kilós kamfarkason. Először azt gondoltad, na most a székely kocsa volt, na most megveri a kamfarkas. De aztán azt gondoltam, még egy véletlenül elragad egy malacot, nagyobb a kár. Úgyhogy ennyit mondott. Ide figyelj, te farkas! Ide figyelj, te farkas! Engemet megehetsz? Engemet megehetsz. De a malacokat kereszteletlenül nem jó megenni. De a malacokat kereszteletlenül nem, nem jó megenni. Bemegyünk a faluba! Bemegyünk a faluba. Megkereszteljük mindent! Megkereszteljük mindent. Majd utána kijövünk! Majd utána kijövünk. És akkor megehetsz mindenkit, jó? És akkor megehetsz mindenkit, jó? Mondtál rá, farkas! Jó! Csak ne csapjál be! Na de tudja! Menjen gyorsan! A kocsa meg hazavezette szépen a malacait, szép apám, gyere gyorsan szép anyámmal együtt! Nézzétek meg, milyen szép malacaitok lettek! Megszámolták őket és vezették rögtön a disznyóulba! Hány volt? 7, 8, 9, 10, de jó! Ilyen szép anyakocakások. Olyan örvendedés volt otthon, jaj! A szép anyám csak mobilozott közben, hogy jaj, mennyi malacuk született. Jaj, meg szép apám ült le közben a szép anyám el, és csak simogatta mindig. De a koca, miután a malacok biztonságban voltak, mondom, székely koca volt ez az én szeretettel kicsit verekedni.
Ennek olyan jól esett, amikor ágyatottod, hozzáadottad, mondok neked egyet. Gondolta, még es megveri a farkas, kiment a falu szélibe. Szépen szólott a farkashoz, asszonya néki. Jaj, farkas! Gyere már, hadsugok valamit a füledbe! Szegény marha farkas nem tudta, mire készül a koca. Oda tette a filét a koca pofájához, ilyet maguk sose csinálják, az meg belé harapott. Mire a farkas azt mondta, hogy... Elképpen szólt, és akkor a 320 kiló, 60 kiló lökött egyet. Várjál! Ez tényleg mi baj erős volt, azért segítettem volna én egy kicsit, mert ökjél még egyet. Wow! Bocsánat! Elszállott a farkas, beesett a bokorba. Vigyázz, vigyázz, vigyázz! A koca, meg hogy ilyen jó, kivelekedte magát, szalad megszoptatni a malacait. Szegény farkasnak még annyi ideje sem volt, hogy a vérző filét simogassa, nyalogassa a nagy hosszú pofájából kilógó fülével. Mert már hallott, hogy jön a kecske lefelé. Hú, de meghízott ez a kecske is, de szépen kikömbölyezett. Hát megellett a nyáron a kecske is. Lett egy, nézd azt a szép kis kecske hitát. Ez a farkas oda veszne miatt. Na jön, még egy kecske hitát. Várja, még egy kecske hitát. Hát, kecskegit! Hát, te oda fönn a havasok vagy, ennyi kecskegit! Hát ezek... Na gyeri, gyeri, kálhatom! Hát ezek impalák voltak, nem kecskék az akkor. Na, álljál be, te is gyorsan, gyorsan! Nem tudom, hogy hozzatok ennyi gázsit a végén minden. Majd a szociális segít valahogy. Kecske érkezett lefelé! Na, megpróbálod? Gyere gyorsan! Menj a bácsihoz! Gyere gyorsan, na! Éppen egy ilyen forma babkecskére van még szükségünk. Gyere gyorsan, na! Farkas a halkan, ezt nem bírta, olyan ideges volt a nagy hangból. Jól mondom, jött le a kecske lefelé, és utána jöttek a kis kecskék. Nagyon óvatosan mentek az anyjának után, menjetek már, mert itt a farkas! Mindjárt jön! A falu szélire a kecske megállott! Gyertek az anyátok mögé, menjetek már, de nektek fészkedjetek! Az anyátok mögé, menjetek oda! Jött a farkas! Fogta a filét szegény! De azt mondja! Áj, te kecske! De jó, hogy nem csaptál be! Itt vagyok egyenletben! Itt vagyok egyenletben! Erre a kecske végignézett a 60 kilós gírhes kamfarkason, ez már nem több mint 100 kiló volt. Gondolta, megöveri a farkas. Kérdezte a kecske, na farkas, mostan megehetsz, te hol kezdesz hozzám? Itt ne a pofámnál! Farkas oda dugta a fejét, kecske éppen kezdte volna felöklelni, azt mondja, ez nem jó! Ez nem jó! Ez csontos! Ez csontos! Kecske jobb hián fordult egyet. Vigyázz! Azt mondja, ennyi elég. Hát akkor itt ne, nem úgy, mutató úgy! Itt ne! Farkas megszaglászta! Azt mondja, ez jó! Ez jó! Ez jó zsíros! Ez jó zsíros! És akkor a kecske csak mondta, na farkas koma! Na farkas koma! Akkor tárts ki a pofádat! Vigyázz! Akkor tárts ki a pofádat! Én meg felemelem a lábom! Vigyázz! Én meg felemelem a lábom! Azt harapjál! Azt harapjál! Azzal a farkas felemelte! Sándor, Sándor! A pofáját kinyitotta, ez meg bum! Akkor átrúgott a farkas fejébe, hogy várjál, a farkas elszállott. Véesette bukorba, a legkisebbi kecskének, au, jól vagy? Jó van. A farkas felrúgta, és akkor ment haza a kecske. A kis gidákkal jött a szép anyám, meg a szép apám. Számlálták a kecskéket, na hány kecskét számoltak az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
8, 9, 10, 11, 12 van, aki kétszer áll sorba minden. Másik oldalra! Gyorsan küldjék be őket, mint a kecske úrba! Maradjanak le most már! Látják! Olyan örvendezés volt a sok cejzel disznyónak, meg a sokféle genetikai szépségű, ügyes cejzel kecskének, hogy mi? Na most már az isteni bölcsességet vegyék észre a történetbe, ami az előző esztendője volt az öregemnek. Azt mind elvette az Úristen? Megdöglöttek a kecskéjéhez? Nem a fenét nem döglöttek meg? Ha most néztük meg, megdöglöttek-e a disznyói az öregemnek? Meg! A következő esztendőben visszaadta az Úristen? Igen. Visszaadta, vagy nem? Igen. Na ugye, hogy visszaadta? Boldogok voltak ebben, hogy disznyó. De csinálnak úgy, mint akik boldogok. Röfögjetek. Jó volt-e a kecskéknek abban az esztendőben? Igen. De csinálnak úgy, mint akinek tényleg jó dolga van. Jó volt-e abban az esztendőben a szép apámnak? Igen. Szép anyám, boldog volt-e? Na látják, abban az esztendőben mindenki boldog volt. Csak a farkas nem. Gyere farkas, megmeséljük még a te történetedet. Csak hogy hallatszék belőle valami. Hát a farkas megverték, megtépték, kiéheztették, tiszta diszkrimináció volt. De a farkas nem olyan bábó harapták, hogy csak úgy hagyja magát. Kiment a falu szélébe. Összeszedte a maradék kék tököt, ami ott van. Mi az a kék tök maguknál? Padlizsá! Szedte össze a maradék babot! Szedte össze a hegymát! És aztán hazavitte mindet! Főszeletelte, beletette kicsi kondérba! A szeletelje már sose érünk a végére. Beletette a kondérba, tett bele egy kicsi maszlina olajat. Mi az a maszlina? Oliva olaj, de keveset már, az marha drága! Tett hozzá egy kis só, megrottyantotta, jól összeszöttyett az őcsé, akkor megkóstolta. Azt mondja, ez jó! Jó! Ezt nem fogunk tudni utána csinálni, ez jó! Így találta föl a farkas a zakuszkát. Tudják-e, mi a zakuszka? Ki az, aki nem tudja? Azt tegye föl a kezét, aki nem tudja, mi a zakuszka. Hát most mondtam el a receptjét. A farkas jó belakott a zakuszkából. A maradékot beleszedte ilyen kis üvegecskékbe. Kivitte a vásárhelyi piacra, és aztán fogta magát a sok pénzből, amit keresett. Vásárolt magának egy portát a faluba, úgyhogy ha ma a faluba járnak, a falunkba járnak, akkor Róka Gergő bácsi mellett balra az első porta. Farkas András bácsinak a portája. Meghallás! Midőn! András bácsi! Nézd oda, hogy ragad a földi világhoz! Nézd, hogy oda ragad! Nézd, hogy oda ragad! Midőn András bácsi úgy intézte a dolgokat, hogy már ötöbbet a földön. Nem akar maradni! Kibolyt a földi valójából, és ment föl a mennyországba, és tapsolják meg még egyszer vagyok. Mert ez az a korosztály, akivel aztán pinkeserve lehet csak dolgozni. Ötös ki a szemembe! Már deképpen történt a mese. Történt pedig egyszer, hogy a kocácska hát egy elléskor megszakaszkodott az ő testébe az öregem asszonya. Ide figyelj, te koca, nem tartalak tovább, neked se jó, itt már, nekem se jó. Úgyhogy a kocát kiengedte a bőriből, a szépséges lélek ment föl a mennyországba, ott találkozunk. A test meg itt maradt, kurka kalbász. A malacok egymás után szépen mind betöltötték a magukét. Malacka? A malackák jöjjenek. Mennyi? Ne az identitást tudod, zavaros kecskék. Malacok, jó? Először a ján malacok, hé. Mindegyik tanált magának rendes kanit, nem valami részek disznót. Egyikes, másikes, harmadikes, negyedikes. Hol vannak még a először a jágyokat engedjük? Nagyon jó csinálja, de maga inkább sárkányfi. Na jöhetnek a kanik! Na vigyázzom, ebből mégiscsak miskárolás lesz. Gyere, Sándor! Ide! Jön a következő adag, ne!
Nehogy azt mondják, hogy itten alanyi jogon járok. Mondják, hogy te is vagy malac még, én azt tudom. Esély! Moslék? Hahaj, de még milyen finna moslék? Utáss mindenki, tapsolják meg gyorsan őket! Csamához! Szegény a tovább az elvés. Az öregem megbeszélte vele, kiengedte a lelkét, a testívű. Így van, kapsz cukorkát. Nézzék, itt maradt a kecske. Kecskéből is lehet kolbászt csinálni. De jó. A lélek megmenj föl a mennyországba. Jöttek a kis kecskék, azok is betöltötték a maguk. Menjél kis kecske, menjél. Na figyeltek, így hónap reggelig nem fogunk végezni. Gyere Sándor, menjél kasszik. Futás, futás! Oda föl kis kecske. Égyni kis kecskék egymás menjél. Után. Úgy alanyi jogod. Menjél. Nagyobb kecskék, kisebb kecskék. Egyik a másik után, másik a harmadik után. De monoklis kecskete kaptál már? Menjél szívem, menjél. Nem? Ki nem kapott a kecskék közül? Ez a kék itt nem kapott. Tessék kecskék. Tessék kecskécske. Mindenki megkapta magáit? Na már most akkor csak két dolog van. Az egyik az az, hogy az én szép apám mielőtt még elunta volna az életét, egy reggelen, mikor ment volna éppen az Isten tiszteletre, borotválkozás közben, meglátogatta őt Gábriel arkangyal, azt mondja, ide figyelj, Gergő, Róka Gergő, menjünk fel a mennyországba, nincs neked itt már dolgod. Az meg csak bólintott, kibolyt a földi gunyájából. Tudni, jó, tovább nem kell kibolni. A Malajtorján fölment a mennyeknek országába. Gergő bácsi, ott találkozunk. Köszönöm szépen. Meghajlás! Utása helyére! Szép anyám! Ma meglátta az öregemet meghalva a tükör előtt. Ja. De. Ez az ő magánszáma. Siratta szegény! Na ide figyelje, ha nem siratja őszintén, még 10 évig. Ennyi? Jaj, megvan! A szomszédok is hallják! És még aznap Gábriel arkangyal, ő vele is koketált egy kicsit, odaadta néki a fődi ajándékot. Nagyon szépen köszönöm. Utásáért! Nem akarom lopni az idejüket, mert igen, befillettek ide már csak egy dolog van hátra, tudják, Közép-Európa. Itt a köszönöm szépen a figyelmet. Alázatos szolgálja a legvárosa. Egy kicsit hangosabban lehet újra tapsal jelezni. Ki az, aki szeretné, hogy jöjjön? Köszönjük szépen! Megvan a farkas identitásod. Igen, a farkas identitás megvan.